Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Elérkeztünk a jövő hónapi kalendáriumhoz. Ugye június 1-e az szombati napra esik, és viszonylag a hónap első pár napja az még akár kellemesnek is mondható. Sőt, hát ugye valójában még tart a nap Jupiter együttállás, és most már az Uránusszal a kapcsolat a végéhez jutott, de valójában tartogat a június számunkra újabb nehézségeket. Itt megállnék egy pillanatra, mert fontosnak tartom elmondani azt, hogy más jelentőségű a viszonylagosan gyors, tehát a Vénusz, a Merkur, a Nap, a Hold, és talán még a Mars bolygóknak az együttállása más jelentőséggel bír, mint amikor ilyen nagy égitestek, mint a Jupiter-Uránusz állnak együtt. Tehát a június hónapban lesznek kisebb jelentőségű, de nehezebb időszakok, míg a Jupiter-Uránusz az egy nagy jelentőségű együttállás, és az, ugye már közreadtam, és még tovább fogom nézegetni, tehát tovább lesz szó arról, hogy mit jelent a Jupiter-Uránusz együttállás az elkövetkezendő több mint 10 évre, de hát most itt volt az aktualitás, hogy a kalendáriumot elkészítsem. Ha ránézünk a június 1-i bolygóállásokra, amit ide mellékelek, akkor rögtön látható, hogy a bolygók mozgásából és gyorsaságából fakadóan a bolygók elérkeznek egy olyan gyülekezési ponthoz, hogy a Vénusz, a Merkur, és még mindig egy kicsit a Nap is együtt állnak, de most már ezt a Plutó trigonban teszik, ugyanúgy a Jupiterhez, aki szintén már az ikrekben jár, és az első napok, tehát úgy is mondhatnám, hogy talán az első hét, az nagyjából ennek a jegyében zajlik. Ezért is lehet azt mondani, hogy az első napok itt júniusban kellemesek lehetnek az utazásra. Tehát érdemes az utazás, sőt, hát ugye 3-án a Merkur is belép az ikrekbe, együtt áll a Jupiterrel, csupa-csupa jó fényszögek vannak 4-én, 5-én, és még ha 6-án van is egy új hold, ez nem ront le túl sokat a helyzetből, ám de itt nagyjából véget is érünk. Tehát nagyjából 7-ével befejeződik ez a jó időszak. 8-án belép a Vénusz a Szaturnusz kvadrátba. És 9-én pedig már a Nap is a Szaturnusz kvadrátba ér. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy 6-ától az újholdtól számítva a Nap, a Vénusz belépnek a Szaturnusz kvadrátba. Itt jegyzem meg, hogy nem kívánok képleteket felállítani a választásokra, illetve bocsánatot kérek, már felállítottam, de annyira szomorú lettem tőle, hogy megtartom magamnak a benyomásaimat. Már csak azért is, mert jelen pillanatban jól látszik, hogy két hatalmas erő küzd megint egymással, és ez az erő próbálja kiterjeszteni minél nagyobb lakosság számra, hát most elsősorban a 500 milliós
több mint 500 milliós lakosság számú Európai Unióra azt a hatást, azt a hatásmechanizmust, ugye hát tessék belegondolni, itt van a Jupiter az ikrekben. Kinek higgyenek az emberek? Feltehetjük így is a kérdést. Kinek higgyenek az emberek? A globalista törekvéseket megfogalmazó társaságnak, vagy a szuverinista, tehát akik meg akarják tartani a nemzetségi, a nemzethez tartozó identitásukat, és hát ebben megint jó fel vannak korbácsolva az indulatok, hát gondoljanak bele, hogy milyen szinten vannak felkorbácsolva az indulatok, hogyha Robert Fico ellen merényletet követnek el, és ugyanakkor ez együtt jár egy ilyen, az oroszokat most kell térdre kényszeríteni pszichózissal, ez eddig még senkinek se sikerült. Tehát a történelemben nem kis erők mentek oda. Próbálkoztak vele a franciák. Ha nagyon visszamegyünk az időbe, a mongolok, az mondjuk elég jól is sikerült. Ott a kievi rusz az nagyjából megsemmisült. És aztán utána Adolf Hitler is megpróbálkozott vele. Ez ugyanolyan, mint ahogy Afganisztánnal is sokan próbálkoztak. Afganisztánt se tudták bevenni. Úgyhogy nagy terület ám azért az az Oroszország, és hatalmas tartalékaik vannak. Tehát ez egy elbaltázott dolog, de természetesen az az úgynevezett globális pénzügyi háttérhatalom, akinek egyik kiemelt képviselője a mi hazánk fia, erre akár büszkék is lehetnénk, Soros György. Tehát mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a hatalmi pénzügyi és hatalmi manipulációik a lehető legjobban sikerüljenek. Nos, én ebbe a történetbe ennél jobban, ahogy most itt, én így látom. Hát ugye én ültem ide a kamera elé, elmondom, hogy én hogy látom. Aztán mindenki úgy látja, hogy akarja, és majd elmegy a szavazásra, vagy nem megy el a szavazásra, szavaz így, vagy úgy, magánügy. Hogy mi lesz ebből, nem sok jó. Nem sok jó, és ráadásul ugye tessék belegondolni, hogy ott van ez a drága jó Jupiter az ikrek jelben, ami azért nem túl biztató, mert ilyenkor az embereknek nagyon komolyan kell tenniük azért, hogy megtartsanak bizonyos alapmorális, erkölcsi magatartásokat. Ebben az időben sokkal könnyebb rávenni a... Ugye az ikrek az nem tartozik a szilárd jelek csoportjába, sőt, nagyon is olyan, mint a szélkakas. Tehát ilyenkor sokkal könnyebb befolyásolni rengeteg úgymond szélkakast, hogy erre forduljon, vagy arra forduljon. Tehát a helyzet egy kicsit olyan krisztusi, abból a pillanatból, amikor az a kérdést, hogy az a kérdés Pilátus részéről, hogy kit engedjek el, Jézust vagy Barabást. És a tömeg Barabást kiált. Főleg azért, mert ott tüzelik őket, hogy Barabást mondjatok, Barabást, Barabást. És hát most is e felé tartanak a dolgok, úgyhogy nem vagyok túl optimista.
De a kis magánéletünk történetében viszont jönnek a súlyosabbnál súlyosabb csalódások. Szaturnusz kvadrátba beér a nap, Szaturnusz kvadrátba beér a Vénusz, szombaton 8-án a Vénusz, 9-én a nap, és aztán ez a nap-Szaturnusz kvadrát, ez kitart a következő héten is, és hogy még szebb legyen a dolog, ha rátetszenek nézni a 9. képletre, akkor jól látszik, hogy már megközelítette a Plutó kvadrátját vasárnap is a Mars, hogy 11-én aztán pontos kvadrát legyen, Mars-Plutó kvadrát, ami kedvez mindenféle erőszakos cselekménynek. Hát igazában véve bármi történhet. Megint a tömegszerű dolgoktól kezdve a súlyos balesetekig, akár földrengés, akár vulkánkitörés, ezek mind benne vannak a pakliba, hogy aztán 12-én a Merkúr is beérjen a Szaturnusznak a derék, tehát a derékszögű fényszögébe, a kvadrátjába, és hát valójában ez a történet, ez eltart még 14-éig is, amikor is Hold kvadrát a nappal együtt lesz, de hát úgy, hogy még mindig tart a Szaturnusz kvadrát is. Tehát ezen a napon a Hold végig megy a nap kvadráton, a Vénusz kvadráton, és este pedig beér a Neptun opozícióba. Ez pedig a kezdetét veszi, tehát elindul, és kezdetét veszi a nap és Neptun közeledő együttállás, amelynek az első résztvevője majd a Merkur lesz, és a Vénusz 17-én, amikor mindkettő belép a Neptunnak a kvadrátjába, tehát a derékszögű fényszögébe, hogy aztán majd 20-án a nap is elérje a Neptunnak a kvadrátját, és nagyjából azt lehet mondani, hogy úgy 22-éig ez ki is tart, különös tekintette, hogy 22-én teli hold van. Ennek következtében az egyéni kudarcok és csalódások lehetősége megnő, a félreértések, az elvétések, az elvesztések, a becsapások lehetősége megnő, és ez egészen 22-éig számíthatunk rá. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy itt főleg attól olyan kedvezőtlen ez az időszak, hogy összeadódnak konstellációk. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy amikor már a Mars belép a Plutó kvadrátba, ezt teszi úgy nagyjából 9-én, de már az előtte való nap a Vénusz beír a Szaturnusz kvadrátba, és a nap megközelíti a Szaturnusz kvadrátot, ami 9-én szintén a nap és a Szaturnusz kvadrátba kerülnek egymással. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyjából 6-ától 22-éig egy nagyon-nagyon nehéz kéthetes periódusról beszélhetünk. Annak ellenére, hogy gyors bolygók, igen, de egymásnak adják a stafétabotot, és mennek bele egyik rosszabb fényszögbe, mint a másik. Tehát a Szaturnusznál ott elsősorban ilyen nagyon mély depresszióba süllyedhet az ember, melankolikussá válhat, lehangoltság és kudarcokkal teli élményekkel gazdagodhat. A Neptunnál pedig a tévedések, a becsapások, a félrevezetések. Tehát két olyan szakasz jön, amelynek még csak egy külön
erőszakos eleme a Mars-Plutó kvadrát. Tehát ez nem túl kedvező. A helyzet az, hogy mindenképpen óvatosságra, visszafogottságra és abszolút körültekintésre hívom fel a figyelmét a kedves nézőknek, különösen a Neptunnal való kombinációk, tehát tessék odafigyelni a bankkártyára, a pénzre, a pénzügyi tranzakciókra, vásárlásokra, ezek nagyon fontos dolgok. És aztán 22-én, ugye, ha megnézik, akkor itt még egy nagyon nehéz ez a nap, hold, szembenállás, Neptun kvadrát, stb. 22-e után jön egy viszonylag csendesebb hét, 24-től 30-áig, tehát ezzel záródik a június, és itt, ezen a héten olyan igazán súlyos fényszög nincsen már, ezért is lehet azt mondani, hogy utazásra kifejezetten kedvező lehet. Már hétfőtől el lehet menni, és aztán ez a jó időszak, ez eltart egészen a... Hát nagyjából azt lehet mondani, hogy a július 7-ig ez nagyjából eltart. Tehát ott olyan túlzott, nehéz kapcsolatok nincsenek, lesz egy Vénusz, Plútó, meg Merkur-Plútó kapcsolódás, de ezeknek a jelentősége kicsi ahhoz képest. Tehát a nyári nyaralásnak a 24-től a 7-ig terjedő időszaka az kifejezetten lehet kellemes, és ha valakinek még a 7-e is belefér, akkor érdemes 8-án hazautazni, de ha valakinek nem jó ez a június eleje, vagy június végi elutazás, akkor még a 3-ai utazás sem olyan problematikus, bár ott a Plútó, a július 3-áról beszélek, tehát ott a Plútó és a Merkur szemben állnak, tehát közlekedésileg az egy picit neccesebb dolog, tehát kedvezőbb mondjuk a utazása, kedvezőbb a 25-e például, 24-e, de még akár a 29-e is, júniusban, ugye? És akkor mi a helyzet a műtétekkel? Hát a műtéti szempontból a legkedvezőtlenebb szakasz a Marsnak és a Plutónak a negatív kapcsolata, úgyhogy mindenképpen a műtéti időszakot azt úgy nagyjából, tehát azt mondanám, hogy 6-ától, ugye utána jön a Merkur-Szaturnusz kvadrát, tehát olyan 6-ától olyan 14-éig érdemes kihagyni a műtétet 6-ától 14-éig. Tehát ez durván egy hét. Ez csütörtöktől a következő hét péntekig, ott mindenképpen. Aztán a másik szakasz, amikor a Merkur belép a Neptunnak a kvadrátjába, ez meg 17-e, és ott mondjuk azt lehet mondani, hogy nagyjából úgy 19-ig. Tehát, hogyha ezt ilyen egybefüggő módon gondoljuk végig, akkor ha nagyon biztosra akarunk menni, akkor 6-ától 19-ig nem érdemes műtétet. A 22-e a szombat, a teli hold, tehát az mondjuk nem annyira problematikus. Nézzük a többi napot,
amikor viszont alkalmas lehet. Hát ugye az elseje az szombatra esik, tehát június 1-e, 2-a az kevésbé jön szóba. Nézzük a harmadikát. A hold viszonylag korán, már hajnalban átmegy a bikába, és a bikában lesz 3-án és 4-én. Ez kedvező lehet a bélrendszer területe, hasi terület műtétjére, illetve kedvező lehet a térd műtétjére. Aztán 5-én 10 órától, 6-a az lehet jó a bőrön végzett külső beavatkozásra. Nagyobb műtétre azért nem igazán, mert új hold van, és ilyenkor különösen a keringés veszély miatt nem szoktuk javasolni. Ugye az új holdnál, a teli holdnál a keringés veszély egy altatásos műtét. Tehát ha műtét mégis sorra kerül, mert kell, mert szükséges, akkor inkább az érzéstelenítő műtét javasolt. Tehát az érzéstelenítéssel elvégzett műtét. Egyébként fogászati szempontból a 6-a, 7-e a szóba jöhet mindkét fogsoron, felsőn is, alsón is. És a 7-e a szóba jöhet még a bőrön végzett beavatkozásra, valamint a lábszáron végzett beavatkozásra. És ugye azt beszéltük, hogy ezt a hetet utána kihagyjuk, tehát a 10-e és 15-e között az mindenféleképpen javasolt, és utána a Merkur-Neptun kvadrát miatt javasolt még 19-éig kihagyni, és akkor szóba jön a 20-21, amikor például a felső fogsor az lehet jó, függetlenül, hogy Nap-Neptun kvadrát van. Tehát a felső fogsor az lehet jó, és a fejen végzett beavatkozás 21-én lehet jó, és lehet jó hát mondjuk a szíven végzett beavatkozás az nem jó, mert a Nap-Neptun kvadrát miatt az nem jó. Tehát a 21-e akkor nagyjából ez, és akkor jön a június utolsó hete, amikor a vízöntőben jár a hold 24-én már reggel, és 25-én is, akkor mindenképpen jó lehet ez a felső fogsoron végzett beavatkozásra, jó lehet a bőrön végzett beavatkozásra, és jó lehet a tüdő, válöv területén végzett beavatkozásra, valamint a vesén végzett beavatkozásra. 26-án és 27-én a halakban jár a hold, ekkor ez jó lehet nőgyógyászati területen végzett beavatkozásra, jó lehet a gyomron végzett beavatkozásra, és jó lehet még akár az orrom, vagy a külső nemi szervem végzett beavatkozásra. És végül 28-a, viszonylag korán megy át a halakból a hold, de 10 óráig még ott van, tehát a korán reggeli esetleges nőgyógyászati beavatkozásra, vagy gyomor területén végzett beavatkozásra, vagy az orrom, ott ez reggel 8 és 9 az még megfelelő. Majd utána, miután átmegy a hold a kosba, így ez azt jelenti, hogy a csípőn végzett beavatkozás lehet kedvező, illetve kedvező lehet még a szíven végzett beavatkozás is, de csak a délelőtt folyamán, tehát nagyjából 14 óráig, utána már nem.
És még egy dolgot elmondanék, visszatérnék a 26-ra és a 27-re, amikor az alsó fogsoron végzett beavatkozás lehet kedvező. A kedves vizsgázóknak mondanám, hogy főleg amikor a Neptunusz kezd előtérbe kerülni, ott nagyon oda kell figyelni a koncentráltságra, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy minél precízebben és pontosabban próbáljuk az információkat visszamondani a tanároknak, mert itt sajnos könnyen bele mehetnek az emberek az útvesztőbe. És ez különösen érvényes már a 13-14-től egészen nagyjából 22-ig. Hát kérném szépen, nyilván majd egy-két témára még részletesebben is rávilágítok. Most körülbelül ennyi, amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani. Nagyon kaotikus szakasz jön, nagyon-nagyon oda kell figyelni mindenre, a közlekedésünkre, a gondolkodásunkra, tehát amennyire csak lehet, tudatosnak kell lenni. Isten áldja önöket, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, viszontlátásra!